A világjárvány miatt az elmúlt két évben nem volt lehetőség több napos személyes találkozó szervezésére, de most 19. alkalommal a Pécsi Tudományegyetem vállalásával került sor a Nemzetközi Koordinátorok országos találkozójára. Szinte az összes magyarországi egyetem képviselteti magát, közel 170-en vesznek részt a háromnapos eseményen, akik mind az Erasmus vagy a C+ programban dolgoznak. Ennek az alapvető célja és kiindulási pontja az volt, hogy összehozza az ország összes egyetemén nemzetközi ügyekkel, mobilitási programokkal foglalkozó kollégákat, és évente egyszer lehetőséget adjon arra, hogy kicseréljék a tapasztalataikat, kitekintést kapjanak, beszélgessenek egymással, új tudásra tegyenek szert. A találkozón olyan szakemberek vettek részt, akik a hallgatói, az oktatói és a munkatársi mobilitás, a külföldi ösztöndíjasok fogadása és az egyetemek közötti nemzetközi együttműködések kérdéseivel foglalkoznak. A nemzetköziesítés fontos szempont minden intézményben, így a Pécsi Egyetemen is. Tarrusi István arról beszélt, hogy még évekkel ezelőtt tettek egy vállalást, amit sikerült is elérni. Az a nemzetköziesítési program, amely nagyon határozottan a számra ment rá, és azt mondta, hogy a Modern Városok programhoz kapcsolódóan duplázódjon meg a Pécsre beérkező külföldi hallgatók száma, az nagyjából 2014-15 környékére datálódik, és akkoriban olyan 2500-2600 külföldi itt tanuló hallgatója volt a PTL-nek. Ez a mai napon 4600 fölötti az aktív hallgatói létszámot illetően, és a szumma teljes létszámot illetően pedig 5000 fölötti. Tehát valójában az a duplázás, amit akkor vállalt az egyetem, az bekövetkezett. 2030-ig az új nemzetközi stratégiában az a cél, hogy ezt a számot megtartsák, megerősítsék, de nem szeretnének duplázni, tette hozzá az igazgató. Mint mondja, a minőségre és a kiválasztásra szeretnének koncentrálni. Hogy minél több körből tudjanak fogadni hallgatókat, bővítik és mélyítik a kapcsolati hálót. A tervek szerint így egyre többen jelentkeznek majd az egyetemre.